Néprajzi Múzeumban barangolunk méghozzá egy kutatás okán, melynek főszereplője egy rejtélyes, különleges, nem mindennapi maszk. A vizsgálatok sikeresek voltak, így többek között az is kiderült, hogy a Zoom tér egyik égköve, az aszték kori mozaik maszk eredeti. Azt lehet mondani, hogy két történetről van szó, az egyik a 1-2 évvel ezelőtt elkezdett kutatás előtti korszak, meg a mostani korszak. Az előtti korszakról nagyon keveset tudunk mondani, annyit tudunk mondani, hogy hogy került ez a maszk a Néprajzi Múzeum tulajdonába, ami 1973-ban történt, és 1980-ban nyílt meg az állandó kiállítás, aminek ugye az volt a címe, hogy az őstársadalmaktól a civilizációkig. Kiállításnak el kellett kezdődnie mondjuk a busmanokkal, és be kellett fejeződnie valahol a magas kultúráknál, a fejlett civilizációknál, és az utóbbira azt gondolták, hogy az amerikai kontinens mexikói és perui kultúráit kellene használni, csak az volt a probléma, hogy nem rendelkezett elegendő megfelelő tárgya a múzeum. Egy belga és egy amerikai műkereskedő, akik körülbelül olyan 240 tárgyat adtak a múzeumnak, és cserébe a múzeum 101 néhány tárgyat dobott be ebbe a cserébe. És ennek a keretében került ide ez az ominózus mexikói maszk 1973-ban, bekerült a múzeum leltárkönyvébe, ahol összesen néhány szó szerepelt, annyi, hogy maszk, hogy Mexikó, misték kultúra, és az anyagáról annyi, hogy fa, türkiz és kagyló. Annyiban ez a tárgy mindenképpen kiemelkedik, hogy mint tárgy a megjelenésében, a minőségében azért mindenképpen olyan, ami felhívja magára a figyelmet, tehát azon túlmenően, hogy érdemes kutatni, érdemes kiemelten bemutatni, és ez a kettő együtt mindenképpen azt indokolta, hogy hát próbáljunk meg többet megtudni a tárgynak az eredetéről, meg a sorsáról, hogy mi történt vele onnantól kezdve, hogy Mexikóból kikerült. A bonyolult természettudományos vizsgálatok célja az volt, hogy a kutatók kiderítsék a maszk eredetiségét, megismerjék a hozzá felhasznált nyersanyagokat, többet megtudjanak származási helyéről, kulturális kontextusáról, valamint arról, hogy milyen leletgyűjtés részét képezhette. A kézi röntgen fluoreszens spektrométer, amivel az első vizsgálatok készültek, ennek az a nagy előnye, hogy ez teljesen roncsolásmentes, nem okoz semmilyen sérülést a tárgyon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a készülék maga az röntgen sugárzást állít elő. Ezt rábocsátjuk a tárgyra, ilyenkor a tárgy alkotó elemeinél az elektronhéj szerkezetben történik változás, átrendeződések tulajdonképpen. És akkor a héj energiák közti különbséget szintén röntgen fotonok formájába bocsátja ki, de ezek már karakterisztikusak, tehát ugye a spektrumon látszott, hogy ilyen mindenféle kis csúcsok vannak benne. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy új lenyomat, tudjuk, hogy melyik elemnek milyen energián van csúcsa, és az meg, hogy mekkora ez a csúcs, az függ össze azzal, hogy mennyi van ebből az elemből. Tulajdonképpen olyasmi ez a jelenség, mint mondjuk egy ilyen fényvisszaverő csík az ember kabátján, hogy amikor ugye éri ez a sugárzás, akkor úgymond világít, amikor pedig megszűnik, akkor vége van. Ebből, hogy milyen energián vannak a csúcsok és hogy mekkorák, ebből ugye mi tulajdonképpen az elemi összetételt tudjuk meghatározni. Két vizsgálatcsoport történt, az egyik természettudományos vizsgálatok, amik alapvetően a tárgynak az anyag meghatározását célozták, hogy milyen anyagokat használtak hozzá. A másik, amit én úgy hívok, hogy múzeológiai vagy kulturális vizsgálat, ami más múzeumokban található tárgyak segítségével, illetve 16. századi mexikói kódexek és a kódex ábrázolásoknak a segítségével a tárgynak a kulturális hátterét próbálta felderíteni. Az előbbiek közül nyilvánvalóan a legfontosabb az volt, hogy megállapítsuk a tárgynak a korát. Ez ugye megtörtént, ami végül is igazolta, hogy itt valóban egy eredeti 15.-16. század fordulóján készült tárgyról van szó. Ugyancsak egy másik mintát vettünk abból a célból, hogy megállapítsuk ennek a fahátlapnak az anyagát. Az eredmény az lett, hogy égerfából készült, ami egy elég közönséges fa, de minden esetre lehet tudni, hogy Mexikóban is őshonos, tehát származhat onnan ez a hátlap. Fontos dolog volt még a ragasztóanyagnak a vizsgálata, hiszen hogyha itt egy olyan ragasztót találtunk volna, ami nem volt használatban a spanyolok előtt Mexikóban, akkor ugye megint csak a tárgynak az eredetiségét vonta volna kétségbe, de itt is az lett az eredménye a vizsgálatoknak, hogy ez fenyőgyanta, ami megfelelt hasonló tárgyak vizsgálati eredményének. Több mint 40-50 pontban megmértük ezt a tárgyat,
A mozaikokon is több helyütt végeztünk vizsgálatot, hogy tényleg mindegyik mozaike. Ezen kívül a világos lamellákat is mértük. Mértük a sima fafelületeket, a ragasztós fafelületeket, meg a különböző színű fafelületeket. És akkor, amikor leszületeltük ugye az adatokat a készülékről, akkor szépen összeültünk a munkatársaimmal, hogy mit lehet ebből megtudni. És már akkor elég érdekes dolgokat tapasztaltunk. Három különböző lamella, hogy ezek ugye ránézésre is kicsit különböztek, de ugye az elemösszetétel volt a döntő, hogy ezek tényleg különböző anyagok. Akkor a türkizekről beigazolódott, hogy tényleg türkizek. És tulajdonképpen az első eredmények alapján kialakítottuk az analitikai protokollt. Ezek az előzetes vizsgálatok arra voltak nagyon jók, hogy egyrészt már megtudtunk belőle érdekes információkat, és hogy a további vizsgálatokat a megfelelő sorrendbe megtervezzük. Mindenképpen megemeli ennek az eddig is elég kivételes tárgynak az értékét és a jelentőségét, tehát bebizonyosodott az, hogy itt egy 500 éves tárgyról van szó, bebizonyosodott az, hogy ez egy mexikói, aztékkori türkisz díszítéses tárgy, illetve a múzeológiai kutatások kiderítették azt, hogy milyen kulturális összefüggései lehettek ennek a tárgynak. A Néprajzi Múzeum maszkja nagy valószínűséggel egy temetési szertartásnak a részét képezte, egy úgynevezett halotti csomagra helyezhették rá, és azt is más múzeumi tárgyakból lehetett kideríteni, hogy nagy valószínűséggel az úgynevezett Puebla államból, tehát ez Mexikóvárostól délre olyan 100-110 kilométerre elhelyezkedő mexikói völgy, az ottani barlangokból került elő.